Ünnepélyesen megalakult szerdán az új gyulai képviselőtestület, melyben elsőként a választási eredményeket ismertette dr. Novák Amanda helyi választási bizottság elnöke, majd a polgármester és a testület tagjai átvették megbízó levelüket és letették az esküt. Görgényi Ernő programját ismertetve kiemelte, továbbra is a város érdekeit szem előtt tartva kívánnak dolgozni, nagy hangsúlyt fektetve a további turisztikai fejlesztésekre, az utak, járdák építésére és a munkahelyek teremtésének elősegítésére. A képviselők bemutatkozása, illetve elképzeléseik ismertetése után főállású alpolgármesternek választották Alt Norbertet és Kónya Istvánt. Alt Norbert az eddigi munka eredményének tartja, hogy tovább folytathatja a polgármesteri munkáját. Én úgy gondolom, hogy korábban olyan területeket tudtunk képviselni, illetve a közbeszéd, a városvezetés feladatkörébe emelni, amelyekkel azelőtt ugye nem foglalkozott érdemben vezetés, ilyen például az agrárium, ilyen a társasházak ügye, a civil szektor helyzete, az ifjúsági kérdések. Jó magam személyes motivációt érzek arra vonatkozólag, hogy ebben a ciklusban a fogyatékkal élő gyulai polgártársaink helyzetét emeljük ki. A szintén főállású alpolgármesteré választott Kónya István azt mondta, az ő megválasztása valamennyiük közös sikere, amit alázattal és sok munkával szeretne meghálálni. Nagyon sok lehetőség előtt áll még Gyula városa. A kultúra, az oktatás, a sport, a közművelődés, valamint a fejlesztésekért fogok felügyelni. Nagyon sok munkát kell elvégeznünk még a sport területén, tehát hogyha azt hangsúlyozzuk mindig, hogy sportturizmus, a feltételek, az eszközrendszerek lassan már rendelkezésünkre áll, most már úgymond el kell adni azt, hogy ide jöjjenek a pihenni vágyók, a sportegyesületek. Sport és ifjúsági ügyekért felügyelő tanácsnokká Torma Bélát, mezőgazdaságért és a gazdákkal való kapcsolattartásért felelős tanácsnokká Balog Lajos, a költségvetést, a gazdasági társaságokat és a TAUS pályázatokat felügyelő tanácsnokká Galvács Mihályt választották. A Gazdasági Erőforrások Bizottságát Galvács Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottságot Durkó Károly, a Humán és Társadalmi Bizottságot Kis Tamásné, a közbeszerzését pedig dr. Ökrös István vezeti majd elnökként, míg a gyulavári részönkormányzatot Szabó Károly. A gyulai városbarátok köre az elmúlt 4 évhez hasonlóan ismét 2 képviselővel végezheti a testületi munkát. Durkó Károly elnök azt mondta, mint ahogy eddig is, ezután is a város érdekeit szem előtt tartva konstruktívan kívánnak a testületben dolgozni. Szeretném, hogyha működne tovább az a párbeszéd, amely a ciklusban már elindult, és támogatom azt az elképzelést, programunkban is benne volt, a városbarátok programjában, hogy egy oktatási kerekasztal keretében az aktuális problémákat különböző területeket az oktatás szereplőivel megvitassuk, napirenden tartsuk. Fontos a gazdaság, és fontos minden, ami a várost érinti. Mi tartjuk magunkat ahhoz, amihez eddig. Mindent megszavazunk és támogatunk, ami a város érdeke, de semmit nem fogunk megszavazni, ami azzal ellentétes. Az első alkalommal mandátumot szerzett Jobbik képviselője, Csengeri Lajos azt mondta, ez az építkezés és a tanulás éve lesz mind a pártban, mind az önkormányzatban. A város érdekében kívánnak együttműködni a testülettel, első helyen említve a munkahelyeket. Munkahelyek. Ugye nagyon sok gyárat bezártak itt Gyulán, hadisnyagyártól kezdve tejpadgyárig. Minden felszámolás alatt volt, ezek helyett kell gyárakat teremteni. Olyan vállalkozókat hazni, akik igenis letelepednek, akik hozzák a pénzt és hozzák a munkát. Bott Tamás a baloldali pártok közös jelöltjeként jutott be a testületbe, aki azt mondta, a városért akar dolgozni és támogatja a fejlődést elősegítő kezdeményezéseket. Nehezményezte és példátlannak nevezte azonban azt, hogy a baloldal semmilyen bizottságban nem szerzett pozíciót, szemben a másik 2 ellenzéki szervezettel. Példátlan dolog történt a képviselőtestület ülésén. A mi jelölő szervezeteink egyetlen bizottsági helyet, egyetlen külső bizottsági helyet és egyetlen rész önkormányzati helyet sem kaptak, amire a gyulai önkormányzatiság majd 400-os történetében nem volt példa. Ezt a polgármester úr nagyon cinikusan, ironikusan, és azt kell mondanom, hogy nem igaz módon, egy belső vitával jellemezte, ami egyébként tényszerűen igaz, létezik a demokratikus ellenzéki pártok között, de mindenki megnyugtatására mondom, hogy ezt mi rendezni fogjuk, tisztába tesszük, nincs is nagy probléma ezzel kapcsolatban.
Görgényi Ernő polgármester erre úgy reagált, lefolytatták a megfelelő egyeztetéseket, de tárgyalni csak azokkal tárgyaltak, akikkel lehetett. 15 külsős bizottsági hely van, ebből 5-öt átengedtünk más jelölőszervezeteknek, ahhoz képest, hogy a képviselőtestületben 10-4 az arány, a külsős bizottsági helyekben a 10-5, úgy gondolom, hogy egyfajta gesztus is az ellenzék felé. Természetesen mi csak azokkal tudtunk tárgyalni, akikkel lehet tárgyalni. A baloldali kis pártok egymással veszekednek ezen az egy mandátumon is, hiszen amint a testület ülésen is kiderült, Bot Tamás korábban aláírt egy nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy ha csak egy mandátumot szereznek, akkor ő lemond Lelősi Gábor javára. Vita van a baloldali kis pártok között. Nekünk nincs időnk arra, hogy megvárjuk, hogy a civakodást abba hagyják. Nem is az a feladatunk, hanem az, hogy a gyulai emberekért dolgozzunk és építsük a várost. Az ünnepi ülés egy közös fotózással és a szózat hangjaival zárult.